Már egy hónapos Al Pacino a nyíregyházi állatpark kis alpakája. Az andok-alandok kifutó rendszerben tapírokkal és kapibarákkal él együtt, valamint 6 fajtársával. 8 kg-os testtömeggel született a csikó, és napról napra gyarapszik. Körülbelül fél éves koráig fog anyatejjel táplálkozni, de már most kóstolgatja a szálas takarmányt is. Szülei és a csapat többi tagja még gyakran körbeveszi a kicsit, de egyre bátrabban és egyre szívesebben fedezi fel a világot egyedül is. Az állatgondozók gangsternek titulálják ők elmét, ugyanis már most kötekszik egy hónapos mi volt a ellenére a vezércsődőrrel. Alapvetően az alpakákról kevesen tudják, hogy tevefélékhez tartoznak, egy Dél-Amerikában őshonos háziasított állatfaj, akit kifejezetten a gyapja miatt háziasítottak, mégpedig az inkák a második, negyedik században. Annak idején annyira tiszteletre méltó volt alapvetően ez a faj, hogy a királyi palástot is az ő gyapjából készítették. Az alpaka csapat tagjai gondozójukat és tábunkat megtűrték maguk mellette kifutóban egy rövid időre, de a látogatókkal nem lennének ennyire barátságosak. Alapvetően hazánkban egyre több az alpaka farm, ő többféle módon vagy hobbiátként tartják őket, vagy pedig a gyapja miatt. Szelid állatok, de a mi állataink nem annyira készszelidek, nem szeretik a simogatást, abszolút nem problémáznak, hogyha a gondozó itt van, de nincs babusgatás, és az a dolguk igazából, hogy mutassák az andok-kalandok élővilágát. A vendégek egyébként egy hatalmas kifutórendszeren felett láthatják őket, egy függő hídon keresztül haladva, illetve egy látvány kifutón is, és jelenleg is éppen megcsodálják ők elmét. Másfél éves korában már ivarérett lesz a kis csődör, ekkor valószínűleg másik állatparkba költözik majd. Napjainkban elsősorban Peru, Bolívia és Chile területén tenyésztik a láma rokonát, itt él a világ 3 milliós alpaka állományának közel 99%-a.